A felvidéki Fekete Tamás zongorajátéka repítette a komoly zene világába elsőként a Csengei színpadán a 26. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál dupla lemezbemutató koncertestéjén közönségét. A hagyományos fesztivál DVD mellett egy kiadványsorozat első DVD plusz CD lemeze is megjelent. A Tűzkerék XT Best of Gastroblues. Ez tulajdonképpen az évadzárunk is, hiszen ebben az időpontban jelenik meg mindig a válogatás DVD-nk, ami a legjobb pillanatait ötvözi a nyári fesztiválnak, és ilyenkor áll össze tulajdonképpen a tényleg az eszenciája ennek az egész fesztiválnak, és erre mindig szoktunk egy ünnepet szervezni. Támogatóink természetesen itt vannak, illetve a nagy gasztroblús család, akiben mindenki beletartozik, hiszen azért 26-5 év alatt sikerült egy olyan törzsgárdát kialakítani, akik minden ilyen alkalommal eljönnek, nem csak a fesztiválra, hanem a lemezbemutatóra is, és jönnek már délután, sőt valaki már tegnap is jött, és beszélgetnek, megosztják az élményeiket, ami azóta történt, hiszen járnak ők is folyamatosan koncertekre, blueskoncertekre is. Gondolom már javában zajlik a következő fesztiválnak a szervezése. Mit lehet erről tudni? Igen, talán soha ilyen jól nem haladtunk, már 3 zenekarral tárgyalásban vagyunk, és nem is lesz gond szerintem a szerződtetésük, hiszen Kovács Antal már most ígéretet tett arra, hogy az MVM Paksi Atomerőmű ZRT támogatni fogja a jövőben is a fesztivál, tehát a jövő évünkben van biztosítva. Barnabás István is ígéretét tette, hogy ő a saját véleménye révén mindenképp a fesztivál mellé áll, és reméljük, hogy a város előjárói is így gondolják, és jövőre is ilyen színvonalon tudjuk megrendezni ezt az örömünnepet, ha szabad így fogalmazni. Pál Balázs Jenő és Pál Balázs Amadé, apa és fia virtuóz gitárjátéka lázba hozta a közönséget. Pál Balázs Amadé a pozsonyi konzervatórium végzős diákja. Édesapja Pál Balázs Jenő, rozsnyói gitáros, zeneszerző. Idén mutatkozott be a Gastrobluson nagy sikert aratva. A színház termi koncerteket követően a zsúfolásig megtelt Csengei aulában folytatódott a koncertek sora. Török Ádám 50 éve aktívan ott van a magyar zenei életben, a paksi bluesról sem hiányozhat. Fiatal társával, Fehér Ádámmal érkezett. Jelenleg talán az egyetlen magyar blues fesztivál, de van rock és jazz is, tehát az igényes könnyűzenének a fellegvára. Én ma az elején itt voltam 93-ban, mert Kaktusszal nagyon jóban vagyok, gyerekkorunk óta egyidősek vagyunk, és 1969-ben, tehát pontosan 50 évvel ezelőtt találkoztunk Dunaújvárosba, és azóta nagyon jó kapcsolatunk, rengeteg koncertet csináltunk közösen, és a főműve, a Gastrofesztivál ma is él és virul, és világhírű. Kaliforniában is jártam most a magyaroknak, Kanadában, és ott is híre van a gasztrobusznak. Az esten fellépett Fekete Tamás a zenekarával is. A fiatal zongorista az idei Virtuózok című műsor döntőse volt.